Zene és énekes műsorral, gálaestel és kitüntetések átadásával ünnepelte Várossá avatásának 31. évfordulóját Dunaföldvár. Többek között Bognár Zoltánt is ajánlotta Földvár lakossága díjazásra. Szakmai munkája elismeréseként Dunaföldvár város díszpolgára címet kapott. Dunaföldvárnak olyan történelmi olyan részét írtam meg, amit még soha senki, 20. század közepén, nem kicsit izgalmas ügy, és ez aztán az iskolám névadójával, Magyar Lászlóval kapcsolatban, az iskola évkönyvével kapcsolatban, de minden esetben hozzáteszem, hogy kiváló társszerzőkkel. Ezért kezdve az 56-os Dunaföldvári laktanyi események szintén társszerzőkkel, úgyhogy gondolom ezt díjazták. 1989. március 1-én avatták városá Dunaföldvárt. A város kifejezést meg tudjuk-e tölteni tartalommal? Tette fel kérdését köszöntő beszédében Horváth Zsolt polgármester. Dunapart, halászcsárda, cukrászda, marcipán, városközpont. Sorolt fel néhányat Dunaföldvár értékeiből. Megkaptuk a város kulcsát, ez felelősség nekünk az elkövetkezendőben. A múltunkat és a jelenünket, illetve majd a jövőnket is össze fogja ezt kötni. Mindig azt szoktam mondani, egy város az mitől város, ha inspiráló közösségek fogják továbbvinni, és ma ez a legfontosabb, a jövőben vetett hit, hogy ezek a közösségek itt legyenek, alkossanak, és a jövőt építsék Dunaföldváron. Dunaföldvár lakosságának ajánlásával az ünnepségen kitüntetésben részesültek még Fáboné Bíró Ágnes, Németh Lajosné, az Őszi Alkony nyugdíjas klub vezetője, Tóth Norbert és Weiss Gáber János.